Számtalanszor szóval előkerül az a kérdés, hogy vajon mindegy, hogy -e, melyik verzióját olvassuk az írásnak. Természetesen nem mindegy, azonban amennyiben az ember valóban az igazságot keresi, és jahua útját szeretné járni, akkor ő mindig el fogja vezetni. Az embert oda, ahol lennie kell, és meg fogja mutatni neki azokat az információkat, amik ahhoz szükségesek, hogy a következő lépést megtegye. És amennyiben kitartóan járjuk az utat, akkor el fog vezetni magához, és el fogunk jutni a királyságba. Fontos az, hogy egyik lépés a másik után, egyik nap a másik után. Ez kellene, hogy a fő fókusz legyen mindannyiunk számára, hiszen mindenképpen nehéz, különösen úgy, hogyha folyamatosan azon aggódunk, hogy mi lesz egy év múlva, vagy öt év múlva, vagy tíz év múlva. Hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez, azt akartam csak megmutatni, hogy mekkora különbség lehet bizonyos verziók között, és hogy mennyire fontosak ezek a, ezek a különbségek. Hogyha belegondolunk abba, hogy a Tanak az Ószövetség, az, illetve az egész könyv, az egész kanonizált írás, de nem csak az az apokrif levelek, vagy a, a írások is, arról szólnak, hogy a parancsolata örök, és amennyiben az a szívünkben él, és mi azt szerint élünk, akkor az ő gyermekei vagyunk. Minden egyes könyvnek ez a mondani valója. És ugyanez volt a husahamásiák, aki megjelent élőben emberként, hogy megmutassa, hogyan kell ezt valóban véghez vinni. Az egész könyv erről szól, és arról, hogy hogyan kell ezt megélnünk, illetve arról, hogy el fog jönni a megváltó. Erre egy nagyszerű példa az, amit a Vri zsidókhoz tízes fejezetben olvashatunk ki, és ez így szól. De azok esztendőről esztendőnként bűnre emlékeztetnek ugye az áldozatok, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Természetesen lehetetlen, hiszen az egy alacsonyabb rendű élőlény, mint az ember, ezért nem törli el azokat a bűnöket. Ötös, azért a világba bejövetelkor így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Így szól a világba bejövetelkor, ez ugye Jehusák ha másják, akinek testet alkotott, hogy ő legyen a tökéletes áldozat, akinek vére azonban el tudja törölni a bűnöket. Égő és bűnét való áldozatokat nem kedveltél, nem, hiszen ő az engedelmességet kedvelte volna jahú, nem azért, azért lett az áldozati törvény bevezetve, mert ő ezt akart azért, mert az ember nem volt képes és nem volt hajlandóző törvényei szerint járni. Azonban nem volt elégséges, ezért kellett, hogy, hogy, a szó maga eljöjjön emberi alakban. Erről ír itt. És azt mondja, hogy hetes akkor mondám, e-mail itt vagyok, a könyv fejezetében írva vagyok rólam, hogy cselekedjem, ó jahua, Elohim, a te akaratodat. Erről szól a könyv, vagy el fog jönni, hogy megmutassa, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Az egész könyvező parancsolatairól, a toráról szól, és er erről ír, ugye, zsidókhoz tízes fejezetben. A kérdés az, hogy ez, ez ugye egy idézet természetesen a Tanakból, hiszen meg fogjuk nézni, hogy honnan pontosan a könyv fejezetében írva vagyon rólam. Ugye az egész könyv őról a szól. Nézzük meg, hogy honnan is való ez az idézet, nem más, mint Zsoltárok Tehelim 40-es fejezet. Hetesves véres áldozatot, ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad. Vajon mit keresit az, hogy füleimet fölnyitottad? égő áldozatot, bűnért való áldozatot sem kívántál, akkor monddál, ívé jövök a könyvtekercsben, írva vagyom felőlem, hogy teljesítsem a te akaratod. Ezt kezelem, ó Elohim, a te törvényed kebelem közepette van. Zsoltárok 46-9-ig így szól. Kettő így néz ki egymás mellett, ugye ez Tehelim, Zsoltárok 40, ez pedig zsidókhoz 10, és a hetes párhuzamos az ötössel, illetve a 8-as itt a 7-essel, és a 9-es a 8-assal, szóval így fogjuk majd megnézni. Véres áldozatot, étel áldozatot nem kedveltél. 5-ös így szó, áldozatot, ajándékot nem akartál. Füleimet fölnyitottad, itt pedig de testet alkottál nékem. Égő áldozatot, bűnért való áldozatot sem kívántál, égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Ez ugye zsidókhoz, ahol arról szól, hogy egy testet alkottál nekem, míg Zsoltárokban egész egyszerűen annyit ír, hogy a füleimet fölnyitottad. Úgyhogy érdemes elgondolkozni azon, míg a többi megegyezik, ugye a 8-as e-mail jövök a könyvtekercsben, írva van felőlem, itt pedig a 7 e-mail, itt vagyok könyvfejezetében, írva vagyok rólam, hogy cselekedjem, ó Elohim, a Te akaratod, hogy teljesítsem a Te akaratodat, ezt kedvelem, ó Elohim, a Te törvényed, kevelem közepette van. Úgyhogy ha azonos a kettő, vajon miért van itt az, hogy füleimet fölnyitottad, itt pedig az, hogy testet alkottál nékem? És érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon mi a jelentősége annak, hogy ebből a verzióból, a zsoltárokból kimaradt az, hogy testet alkot neki Elohim, és úgy fog eljönni valószínűleg nem véletlen, hogy kihagyták pont azt a mondatot, illetve azt a mondat részt, ami arról szól, hogy el fog jönni a megváltó, hiszen amennyiben a, ugye akik összerakták a mazoletik írást, azoknak megvolt a saját elképzelésük arról, hogy hogyan kell a mindenható útját járni. Amennyiben kihagyták a megváltóról szóló részt, nyilván megvolt vele a céljuk, és megvolt az okuk erre. Sajnos nem találtam magyar nyelvű e, septuagintás, e, septuagint verziót, úgyhogy meg fogjuk nézni a, a, görög tanák e, 40-es zsoltárját, ami így szól, Sacrifice and offering that would is not, but a body has to prepared me. Szóval ugyanaz, mint ami zsidókhoz Írva van ugye áldozatot, és, és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, tehát egy testet előkészítettél számomra, but a body has not prepared, for, uh, prepared me. Szóval a görög nyelvű, ugye a septuagintában ugyanúgy van, ahogyan az új szövetségben van írva, azonban a, a mazoletikus... Uh, a maszoletikus írásban ez a mondat, illetve ez a mondat rész kimaradt, ami egy, egy, élő, valós fizikális megváltóra uta. És egyértelmű az, hogy a görög nyelvűben, pedig benne ugye a görög nyelvű, ez a Tanák verzió, ez mint egy ezer évvel megerőzi a maszoretikus fordítást, azaz ezt, a, ami, ami mi, a mi Károli verziónk ennél ezer évvel idősebb ez, tehát ez maga, a husa ham siák korabeli, még a maszoletikus írás az mint egy ezer évvel azután született, és egyetemű az, hogy a két írás nem egyezik meg, hiszen az idézet, ami a zsoltárokból, a zsidókhoz fejezetben kellene, hogy legyen, az nem egyezik meg, és kimaradt ez a testet alkotán nékem, míg egyetemű az hogy a maszoletikusban azt írja, hogy a füleimet fölnyitottad, míg a görög verzióban, a, a Septuagintban, a Septuagintában pedig megegyezik azzal, amit a Brit az Új Szövetség ír ugyanarról az idézetről. Ezt csak azért gondoltam, hogy megmutatom, igazából én nem gondolom, hogy jelentősége van azok számára, akik hisztek a megváltóval, hiszen, hiszen ők eljutottak addig azonban, akik nem, és, és ragaszkodnak a tanákhoz, azok számára ez egy, ez egy egyértelmű probléma, hiszen kimarad egy olyan profécia, ugye Daúd, Dávidtól, ami a megváltó eljövetelére utalna. Tehát akik csak a mazoretikus oszövetségre támaszkodnának, azok, azok ugye nem látnák ezt, ez erre vonatkozó proféciát. Szóval arra a kérdés, hogy vajon fontos-e, hogy melyik verziót olvassuk, és hogy történtek-e változtatások a szövegben, a válasz egy egyértelmű igen, ahogyan azt már az előző videóban is kiderült, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy nem használható, inkább csak azt, hogy Óvatosnak kell lennünk, illetve körültekintőbbnek kell lennünk, és érdemes több verziót használni, akár több nyelven, megnézni az eredeti szövegeket, és akkor fogunk igazából jó képet kapni arról, hogy mi, mi is az üzenet, amennyiben kétségeink vannak bizonyos kérdéseket illetően. Ennyit szerettem volna csak megosztani villámgyorsan, úgyhogy remélem hasznosnak találtátok, és természetesen mindenkinek a legjobbakat kívánom, és köszönetje, huának, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!